Legutóbb a nyár elején járt a kistérségi mozaik stábja Kübekházán, éppen akkor, amikor 3478 forintot kapott összesen az önkormányzat az államtól. Az esetnek komoly sajtóvisszhangja lett, különösen azért, mert a megalázónak tartott összeget visszaküldték a kincstárnak. Most arról érdeklődtünk, stabilizálódott-e az önkormányzat pénzügyi helyzete. Hát az túlzás, hogy stabilizálódott volna. Azt tudni kell, hogy a kormány úgy gondolom, hogy észbe kapott, mert még rá pár napra rá kaptunk, azt hiszem talán 2 millió forint támogatást, és nem csak mi, hanem mások is, tehát nem a mi kiáltásunk miatt történt ez, hanem szerintem rájöttek arra, hogy komoly problémák vannak a közigazgatásban, az államigazgatásban, és hogy valami gyors megoldásra van szükség. Stabilizálódni annyira nem stabilizálódott a helyzet, de sok csodát élünk át mai napig is. Úgy képzeljék el, hogy 60 napnál hosszabb köztartozásunk ennek ellenére nincs, hogy ilyen szűkösen van az önkormányzati finanszírozásunk. Le kellett egy csomó mindenről mondanunk. Például? Hát ugye volt arra, hogy a művelődési házat elkezdjük építeni, be kellett áldozni az arra félre rakott pénzünket, el kellett különböző beruházásainkat halasztani, és hát érdekes lesz még a kimenetele az önkormányzati pályázatokon elnyert beruházások finanszírozásának, önerő finanszírozásának. Beadtunk erre most egy régi nevén önhiki pályázatot, amit remélünk, hogy pozitívan bírálnak el, és akkor megoldódnak ezek az önerő kérdések is, amelyek feszítenek bennünket is, de nem csak bennünket, hanem a más kisfalusi önkormányzatokat is, de még a nagyobbakat is. A hármas határmenti faluban évről évre megújult, épült valami. Helyzetüknél fogva minden intézmény fontos volt számukra, hogy a sokat emlegetett népesség megtartó képesség valóban meglegyen. Az önkormányzati források szűkítése ezt a törekvést is megnehezíti. Gyakorlatilag az önkormányzatiság, mint fogalom, az megszűnt, mert pántlikázva adják a pénzeket, nem nagyon tudunk saját kreativitásunknak élni, arra tudunk pályázni, és abból tudunk fejleszteni azokból a forrásokból, amikre adnak pénzt. Tehát nem nagyon van szabad mozgástér, és hát az önkormányzatiságnak pedig az lenne a lényege, hogy a helyi döntésekről helyi emberek helyben hozzanak döntést, helyi ügyekről, és hát gyakorlatilag ez a szubszidiaritás, ez úgy megszűnt. Úgy gondolom januártól, de már látható volt ennek jelei már az elmúlt években is, és hát hogy mondjam, ilyen, azok az önkormányzatok, akikben még van életerő, azok küzdenek, dolgoznak, hajtanak, de sok önkormányzat azt látom már, hogy föladta polgármesterekkel beszélve, és azt mondták, hogy hát kész, nem tudnak mit csinálni, ez van, és ebbe a nyomorúságukba úgy beledőltek. Mi nem szoktuk föladni. Tehát én úgy gondolom, hogy az életünknek is az a titka, hogyha nem adjuk föl, és képesek vagyunk, akkor is küzdeni, amikor emberileg nézve semmi remény nincs rá. Kübekháza úgy tűnik egyelőre nem adja fel. Most éppen a település központjának megújítását folytatják a korábban elhatározott tervek alapján. Az önkormányzati képviselőtestületünk már pár éve ezelőtt úgy döntött, hogy a falunak a szívét, a központi helyét azt felújítja, és 3 ütemben terveztük ezt megvalósítani. Most a 3. ütemét éljük ennek ebben a ciklusban, aminek az a lényege, hogy tavaly a teljes közvilágítási rendszert átépítettük, a légkábeleket elbontottuk, a rossz kidobandó villanypoznákat eltávolítottuk, és a földkábelesre cseréltük az egész közvilágítási hálózatot, és a főtéren lévő magánlakásokat is ezekbe az elektromos rendszerbe kapcsoltuk be. Ez volt az első, ez volt a legnagyobb ütem, az egész főtér föl volt túrva. A 2. ütem keretében elkezdtük a szépítészeti dolgait megvalósítani a térnek, építettünk egy zenepavilont és egy dísztavat, ezt is Európai Uniós beruházásból csináltuk, mint az azt megelőző főtér rekonstrukciót, amihez az elég jelentős önkormányzati erőt is hasznosítottunk. És hát most érkeztünk el a 3. ütemhez, amikor a főtérnek a belső járdaszakaszait sétánnyá alakítjuk át, ilyen őszi lomb árnyalatú díszburkolatot helyezünk el részben uniós beruházásból, 520 négyzetméter uniós forrásból épül meg, de mivel ez nem elég ahhoz, hogy az egész teret leburkoljuk, ezért még az önkormányzatunk a kis tartalékból, amit még nem
kellett, hogy fölemészünk, még 200 négyzetmétert saját erőből bevállalt, és akkor így tudjuk az egész teret, a tér belső úthálózatát megépíteni, ilyen nagyon szép elegáns díszburkolattal ellátni. Amellett saját forrásból most még 760 tő rózsát is telepítünk be, ültetünk be, hogy jövőre, amikor a falu 170 éves fönnállását ünnepeljük, akkor már ilyen virágpompás legyen a főterünk. Lehet, hogy a lelki állapotunk meg a kedély állapotunk nem lesz ennyire virágzó, de szeretnénk tényleg úgy átadni ezt a falut ebben a ciklusban is majd a következő önkormányzati vezetésnek, hogy ne hiába valóságként élje meg a falu ezt az elmúlt 4 évet, bármennyire is nehéz volt. Az igyekeztünk, ami tőlünk telhetőt mindent megtenni annak érdekében, hogy egy prosperáló falut adjunk át a jövőnek, az utókornak.